minden hétköznap reggel. Ima Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs. Halleluja! Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek téged, aki nézel bennünket ezen a gyönyörű péntek ki csodálatos reggelen, ami tele van Isten kegyelmével, jóságával és hűségével is. Annyira jó, hogy Isten szeretetébe és szerelmébe kelünk föl egy háladó szívvel. Olyan jó Istenről megemlékezni és arról, hogy mit tett ő az életünkben. Azt mondja, azt mondja az ige, hogy ne feledkezzünk el Istennek a jóságáról, hanem mindig tartsuk szem előtt, hogy mit tett ő az életünkben is kiű, ami számunkra. Te, aki nézel most bennünket is hallgatsz, az új szövetséggyülekezett hálózat ima programját látod. Ez egy nemzetközi ima program, ahol 20 országból vagyunk összekapcsolódva és minden hétfőn és pénteken nyitott alkalmaink vannak, és várunk minden keresztényt és is, istenfélű embert, hogy tudjunk egy akaraton imádkozni veletek, mert azt mondja Isten igéje, hogyha ketten egy akaraton vagyunk bármi dolog felől, akkor lehetséges, sőt nem csak lehetséges, hanem teljesen biztos, hogy Isten megadja azt, amit kérünk. És itt az Új Szövetség gyülekezet hálózatban ima képzőnk is indult a héten, tehát még lehet bekapcsolódnod, külsős embereket is várunk nyugodtan ez nagyon-nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy jobban megismerjük Istent, és jobban össze tudjunk kapcsolódni. Megtalálsz bennünket a Youtube-on, a Facebookon. Élő Isten tiszteleti alkalmaink vannak minden vasárnap 10 órától itt a Forrásházban, Miskolcon, a Nagyváltó út 6 szám alatt várunk téged. Nemtől kortól, hovatartozástól függetlenül. A gyülekezeti ajtunk mindenki számára nyitva, várunk téged nagyon nagy szeretettel te, aki meg akarod ismerni Istent, ha még nem ismered Istent, és nem tudod, hogy kicsoda Jézus, annál inkább várunk téged szeretettel, ha szeretnél szellemileg fejlődni, ha jobban meg szeretnéd ismerni Istennek az igényét, ha beleszeretnél szeretnél állni ebbe a folyóba, ha szeretnéd érezni Istennek a mély megmarkolható jelenlétét, akkor is várunk téged, ha éhes vagy, ha éhes a szíved az igazságnak a megismerésére, akkor gyere nyugodtan, hogyha van kihívásod, szellemi vagy fizikális kihívásod, lelki kihívásod, hanem nincsen pásztorod, ha olyan helyen laksz, ahol nincs élő gyülekezet, ha nem vagy pásztorlás lett, akkor is várunk téged nagy szeretettel, a gyülekezet az egy bárka, és Jézus Krisztus nem az egészségesekért jött, hanem a betegekért, mert a betegeknek van szükségük orvosra, és nem az egészségeseknek. És van egy jó hírem a számotokra, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő nem változik meg, és ő egy egyik az élő Isten, ő nincs a sírban. A vallás nagyon sokat sír a sír fölött, vagy nézik a keresztet, de Jézus Krisztus sem a kereszten nincs, sem a sírban nincs. Jézus Krisztus föltámadt, ő az egyik az élő Isten, aki most is ott ül az atyának a jobbján, tehát ha imádkozol hozzá, akkor egy élő Istenhez imádkozol, ha Buthához imádkozol, vagy Sivához imádkozol, vagy bármilyen más Istenhez, azok nem élnek. De Jézus Krisztus él, és most is képes téged megmenteni, és akar is téged megmenteni, és fogunk most imádkozni. Drága, kedves Szent Szellem! Meghívunk téged ebbe az ima alkalomba, és így meg a szívemet és az életemet te előtted. Ismerjük el, hogy te vagy az Isten, az egyigaz élő Isten, te vagy az Istenségnek a harmadik személye, aki itt vagy a Földön. Te vagy, ami párt fogunk, ami vigasztalunk, ami közben járunk. Te vagy, ami mindenünk, ami drága kincsünk és ami igaz gyöngyünk. És szólj most, drága Szent Szellem, hozzánk. Szólj a Te igéd által. Elismerjük a Te szívedet, a Te jelenlétedet a mi életünkbe. És nagyon-nagyon mélyen szükségünk van rád ezen a mai alkalmon és a Jézus nevében. Amen. Azért fogunk most imádkozni egy akaraton, hogy a keresztények legyenek sók és fények ebben a világban, ebben a sötét, gonosz világban, és mindenki, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Úr, és azt hiszi, hogy ő az egyik az élő Isten fia, hogy meghalt a mi bűneinkért, és nem csak meghalt, hanem fel is támadt, akkor tudsz velünk együtt jönni, egy gyakorlaton tudsz velünk együtt imádkozni, mi szeretnénk a többi gyülekezettel összekapcsolni, szeretnénk a többi keresztény emberrel összekapcsolni. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk képviselni Istent, a gyülekezetek tudják képviselni Istent személyesen a munkahelyünkön, az iskolákban, az utcákon, a tereken és mindenhol, ahol mi megfordulunk, tudjunk képviselni, tudjuk bemutatni Istennek a szeretetét, a mindent elsőprő agapi szeretetét, és tudjuk őt képviselni a cselekedeteink által, a szavaink által, a mimikánk által, a gondolataink által, a hozzáállásaink, a motivációink által, a szokásaink által is tudjuk Jézus képviselni, és nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje. Máté 5. részének a 14. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthethetik el a hegyen épített város gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fénylik mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És az apostolok cselekedeteit fogom olvasni, 13. rész 47. verse. Mert így parancsolta nékünk az Úr, Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Ámen. Tehát, ha te keresztény vagy, és Jézus Krisztus úrnak vallottad, akkor az embereknek a számára te vagy, aki bemutatod Jézust, aki nem ismeri Istent, és tudja, hogy te keresztény vagy, tudja, hogy te meg vagy térve, akkor, akkor ő úgy asszociál, hogy olyan Isten, mint te vagy, olyan Isten, mint én vagyok. És ezért nagyon fontos, hogy a jelenünkkel, a magaviseletünkkel, a beszédünkkel, a cselekedeteinkkel tudjunk világítani, mi keresztények nem olvadhatunk be a világba és nem élhetjük a világ, a világ szerint, nem élhetünk a világi szokások és elvárások szerint, nem élhetünk úgy, hogy az emberek elvárják, nem tudjuk hozzáadni magunkat azokhoz a dolgokhoz, amik a világban vannak. Most például olvastam, hogy Texas államban meghoztak egy döntést, egy rendeletet, hogy igenis az abortusz az tilos, és egy óriási felháborodást keltett ez, és az, a, ez az abortusz klinikák végét jelenteni. Texas államban minden abortusz klinikát be kellene zárni, és elkezdtek egy kampányt az ellen, hogy ez a törvényt, ezt ittassák ki, és fordulnak a legfőbb bírósághoz, hogy töröljék el ezt a rendelkezést, de tudjuk, hogy az abortusz az gyilkosság, és Isten nem adja magát ehhez. A Biblia ezt tiltja, és nem, nem olvathatunk ebbe bele, nem bólogathatunk erre, nem érthetünk ezzel egyet, a keresztények nem érthetnek ezzel egyet. És nagyon fontos, hogy tudunk, van egy fegyverünk nekünk keresztényeknek, az ima, és ki kell abból lépni, hogy az én jólétem, az én családom, az én egészségem, az én elvárásaim, az én álmaim, az én céljaim, az én terveim, mert nem ezért vagyunk itt a Földön. Azért vagyunk itt a Földön, hogy Isten királyságának uralmat és érvényt szerezzünk, hogy érvényt szerezzünk Jézus Krisztus királyságának és az ő akaratának itt a Földön. Ezért nagyon fontos hogy világítsunk, és igen, kiálljunk a bibliai erényekért, a bibliának az értékrendjéért, és amiről azt mondja a biblia, hogy jó, arról mi is azt fogjuk mondani, hogy jó, és amiről azt mondja a biblia, hogy rossz, mi is azt fogjuk mondani, hogy rossz, és nem olvathatunk bele a világnak a rendszerébe, a szokáséba. Nem adhatjuk magunkat arra, hogyha valakit csúfolnak, kirekesztenek és elutasítanak, mert azt mondja az ige, hogy csúfolódók székében ne üljünk. Azt mondja a Zsoltáros, és meg kell tanítani a gyermekeinket, hogy látjátok, hogy hányan, hány fiatal szenved, Attól, mert el van utasítva, mert ki van csúfolva és ki van közösítve az iskolákban, akár általános iskola, akár középiskola, de nekünk meg kell tanítani a gyerekeinket, hogy ez bűn meg kell tanítani őket a bibliai értékrendre, nem akkor, amikor már felnő, ő fogja magától megtanulni, hanem nekünk szülőknek kell képviselni Isten igazságát, kell képviselni a bibliai értékrendet, nekünk a gyerekeinknek is be, be kell mutatni Isten, és ezért fogunk most imádkozni, hogy a keresztények tudjanak világítani, legyünk só és fény. Atyám, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében jövünk együtt, egy akaraton, a testvéreinkkel, és imádkozunk, Uram, azért, hogy a keresztények tudjanak világítani, hogy mindaki, mindaki elfogadta Jézus Krisztus megváltójának, a királyok királyának, mindaz, aki odaadta az Uralmat az ő élete fölött, tudjon világítani, hogy tudjunk só és fény lenni, tudjunk világítani a szokásainkkal, a motivációnkkal, a hajlamainkkal, a beszédünkkel, a cselekedeteinkkel, a gondolatainkkal, a mimikánkkal. Imádkozom azért, hogy Isteni értékrendet tudjunk képviselni és bemutatni. Imádkozom azért, hogy Isten királyságát tudjuk bemutatni itt a Földön, hogy tudjuk képviselni Jézus Krisztust, hogy tudjuk a Bibliát képviselni tudjuk a bibliai értékrendet képviselni, amiről Isten igéje azt mondja, hogy jó, arról azt fogjuk mondani, hogy jó, és amiről Isten igéje azt mondja, hogy rossz, azt fogjuk mondani, hogy rossz, és nem fogunk megalkudni, nem fogunk beleolvadni a világba, nem fogunk embereknek megfelelni, hanem Istennek fogunk megfelelni, és Istennek fogunk tetszeni, mert aki világbarátja akar lenni. Aki, aki, egy, a, aki ebbe a világba bele akar olvadni az nem tetszhet Istennek, és nem is akarunk ebbe a világba beleolvadni. Uram, imádkozom, hogy tudjunk téged képviselni, tudjunk agapé szeretettel szeretni, tudjunk vigasztalni, tudjunk bátorítani, tudjunk megölelni az elveszetteket, Uram, a betegeket, Uram, a lelki sérülteket, a fizikális kihívásokban szenvedőket, Uram, hogy tudjunk adni, azt az agapé szeretetet tudjuk adni, amit te adtál nekünk, és imádkozom, Imádkozunk az elveszett világért, Uram. Imádkozunk azokért, akik most hallgatnak, és néznek bennünket. Imádkozunk, érted, aki még nem ismered Jézust, aki még nem ismerted, megült, aki nem találkoztál a mindent elsőprő szeretetével, hozzád, hozzád beszélünk, és imádkozunk, érted. Imádkozunk azért, hogy meg tud ismerni az atyát, hogy meg tud ismerni Jézust, hogy találkozza mindent elsöprő, agapész szeretetével. Uram, imádkozom azokért az emberekért, akik most kint vannak a világban, és akik most különböző nehézségekbe élnek, akik most sóhajtoznak és sírnak, Uram te utánad, mert nem találkoztak még te veled, Uram. Imádkozunk Miskolc városáért, imádkozunk a magyar nemzetért, hogy találkozzanak veled, Uram, az elveszettek, Uram, akik még nem ismernek téged, hogy legyen ébredés Miskolcon, hogy legyen ébredés Magyarországon. Drága Szent Szellem, belehívunk téged a városunkba, belehívunk téged a nemzetünkbe, és így kérjük egy akaraton, így kérjük egy akaraton az ébredést, az Úr Jézus Krisztus hatalma nevében, hogy jöjjen a te királyságod erre a földre, hogy jelenjen meg a mi városainkban, hogy jelenjen meg a nemzeteinkben a te mély jelenléted, Uram, hogy forduljon meg a nemzetünknek a sorsa, a városunknak a sorsa, drága Jézus. Így imádkozom ezért, Uram, így kérjünk téged a Jézus Krisztus nevében, és pogányokat, Uram, a pogányoknak rendeltél bennünket világosságul, az elveszett világnak rendeltél bennünket világosságul, Világosságú, Uram, és azért imádkozom, hogy minden keresztény a maga területén, akár a munkahelyen, akár iskolában, akár a barátai között, Uram, akár a csoportokba, ahova jár, tudjon világítani, Uram, hogy legyen só és fény, világító csillag. Hogy Ő hozzá lehessen menni, Uram, az elveszett világnak, hogy tudjunk képviselni Téged, hogy soha ilyen körülmények között ne alkudjunk, meg Uram, hogy ne olvadjunk be a világnak a rendszerébe, a szokásaiba, hogy a gyermekeinket is Isten értéke szerint tudjuk nevelni, tanácsolni és navigálni. Imádkozom ezért a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Ámen. Nagyon-nagyon. Pontos, hogy tudjunk világítani, hogy legyünk só és fény, hogy be tudjuk mutatni Istennek a szeretetét, hogy legyen, legyenek olyan emberek, olyan keresztények, akik ezt tudnak fordulni, az elveszettek, akik még nem ismerik Istent, és legyünk olyan keresztények, akikhez lehet fordulni, akik nem elutasítják az elveszetteket, nem lenézik, nem kicsúfolják, nem kinevetik, hanem, az, hanem a gyülekezet is egy bárka, és mi magunk is kell, hogy ezzel az igazi szeretettel tudjunk odafordulni az elveszettek felé, hogy Jézus is odafordult hozzánk, amikor elveszettek voltunk. És ma 6 órakor, este 6 órakor lesz dicsőítő alkalmunk, itt a Youtube-on, a Facebookon is el tudtok bennünket érni. Este hatkor várunk titeket, nagyon nagy szeretettel, hogy együtt dicsőítsük és imádjuk a királyok királyát, és várunk titeket hétfőn is az imapajzsa, hogy együtt tudjunk imádkozni, az úrágyon meg benneteket. Kívánok egy nagyon-nagyon gyönyörű Isten mély jelenlétével, jóságával és kegyelmével teljes napot nektek. Minden hétköznap reggel Ima Keresek valakit, aki a falakon Keresek valakit, aki a résekre áll Az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben És imádkozom értelemben Ima